Több fedett buszmegálló kialakítása szükséges, valamint a tömegközlekedést is újra kell gondolni a Hajdúhegy és a Károlyváros környékén. Ezekről a javaslatokról tartott sajtótájékoztatót szerdán Domán Dániel, aki az időközi választáson független jelöltként indul a 7-es választókörzetben. Hozzátette, vissza kell állítani a január 1-én megszüntetett 17-es járatot, és újra kell tervezni a körzet menetrendjeit. Az új átszervezéssel leginkább az a probléma, hogy a 7-es járat, amely részben megőrizte a 17-es járat felét, egy nagyon hosszú menetidővel rendelkező buszközlekedést kaptunk, és itt az lenne a koncepció, hogy városrészeket összekötő kisebb buszokkal, gyorsabb haladással, rövidebb menetidővel és kevesebb megállóval rendelkező közlekedés legyen. És én nagyon szeretném, és páran már mondták, hogy a zöld busz programban, ami már pár évvel mondogatnak, egy elektromos busz a Hajdúhegyen valószínű, nagy hasznát venni a lakosságnak.